Tisztelt választóim, Szada polgárai, barátaim! Oroszi Sándor Süni vagyok. Szadán születtem, itt élek családommal ma is. 1978 óta veszek részt Szada közigazgatásába. 1990-től 12 éven keresztül, mint alpolgármester, 12 éven keresztül pedig képviselőként szolgáltam településünket. Szada lakosai az élő tanú, hogy Szadáért oroszlán részt vállaltam. Részt vettem Szada törzsvagyonának megteremtésében, sőt, mondhatom azt, egyéni képviselői előterjesztésem alapján nekem köszönhető Szada törzsvagyonának létrehozása. Szada nagyon pozitív fejlődési szakaszban van. Ezt a pozitív fejlődési szakaszt előidézte három fontos dolog. A törzsvagyon megteremtése, kormányunk adósságkezelése, hogy elengedte Szada adósságát, és az a vezetés, ami az elmúlt években Szadát vezette, ez ilyen eredményeket tudott hozni. Ezt az eredményt szeretném tovább folytatni az önök megbízásából, az önök segítségével. Vannak prioritások, vannak olyan gazdasági dolgok, amelyeket figyelembe kell venni Szada fejlődésénél. Az elsődleges a víz úthálózat, csapadékvíz elvezetés. A második ilyen nagyon fontos az élettér bővítés. Egy olyan projekt megvalósítása, amely lehetőséget ad az iskola bővítésre, a sportlétesítmények bővítésére. Ugyanakkor gondoskodni kell az egészségügy és a védőnői hálózatról, valamint a Szadát életbe tartó közösségi munkáról. Gondoskodnunk kell, oda kell figyelni, mert ha nem tudjuk az örökségünket átvinni, akkor nem lesz mit átadni a következő nemzedéknek. Ezek a fejlesztések nem csak közérzetjavítók, ezek nagyon fontosak. Visszatérnék az úthálózatra, mert ahol nincs megfelelő infrastruktúra, ott nincs fejlődés. Bízok abban, hogy megfelelő gazdasági szemlélettel, jó vezetéssel ezeket a feladatokat meg fogjuk tudni oldani. Bízok a kormány támogatásába, bízok országgyűlési képviselőnk, odaadó szadai lokálpatrióta munkájára. És természetesen bízok önökbe, mint választópolgárokba. Köszönöm figyelmüket!